Múlt hét szerdán még zajlottak a munkálatok ennél a Korányi Frigyes utcai zebránál. A gyalogátkelőhely forgalmas, lakóövezetben van, mellette van az északi temető és a józsavárosi piac. Legutóbb októberben két nőt is elgázoltak ezen a zebrán. Sok autós nem tartja be azt a szabályt, hogy lassan közelítse meg a gyalogátkelőket. A zebrát, illetve az átkelőhelyet úgy kell megközelíteni, a 17 és 37 km/h sebessége. Tehát az, amikor valaki azt mondja, hogy 50 km/h közlekedtem, mert lakott területemben lenyel megengedett, ez nem elfogadható, különösen akkor, hogyha egy baleset van. Viszont figyelembe kell venni a gépjárművezetőnek az, hogy az út- és látásviszonyok korlátozottságával nagyobb út kell ahhoz, hogy megálljon. És van egy késleltetési idő, amikor a járművezető nem figyel oda, tehát telefonál, a rádiót kapcsolgatja, vagy az utassal beszélget. Az is nagyon elvonhatja a figyelmet, akár egy-két másodperces késleltetés már balesethez vezet. Nyíregyháza város egy pályázaton nyert 2 millió forintot a zebra kialakítására, így önkormányzati forrásra nem volt szükség a beruházáshoz. Többek között Zalaegerszegen, Miskolcon és Dunakeszin is van már hasonló zebra. A Generália Biztonságért Alapítványnak az egyik fő célja a közlekedés biztonság növelése, ezen belül is a gyalogos védelem. Ezért pályázatot írtunk ki az önkormányzatok számára, hogy az idén 2018-ban 10 ilyen okos gyalogátkelőt telepítünk. Figyelembe vettük a baleseti adatokat, a forgalmi adatokat, illetve azt, hogy milyen közintézmények vannak a közelben, iskolák, óvodák, tehát hogy mennyire terhelt, vagy mennyire nagy a gyalogos forgalom. És ez alapján az első 10-et valósítottuk meg az idei évben, de jövőre szeretnénk ezzel tovább haladni. Összességében 22 millió forintot szántunk erre. Debrecen egy felmérést is készített, hogy milyen az autósok megállási hajlandósága, ha okos zebrát látnak. Első héten még csak a járművek 55%-a állt meg. Ez az arány 2 hónap alatt 76%-ra nőtt. A rendszer előnye, hogy csak akkor villognak az útburkolatba beépített lámpák, ha tényleg gyalogost érzékelnek az oszlopokba szerelt szenzorok. Nyíregyháza közgyűlése októberben döntött amellett, hogy pályáznak a lehetőségre. Közlekedés biztonság javítása elsőrendű feladatunk, ezért már 2011-ben 11-től 16 ilyen piros zebrát festettük, fényvisszaverős, mint ami itt is van, és 15 új gyalogátkelő helyet építettünk. És láttuk, hogy itt ezen a Korányi úton, ami nem csak személygépkocsi, hanem gyalogos forgalom szempontjából is nagyon jelentős, nem elég jók a mutatók, ezért döntöttünk úgy, hogy ezt az okos zebrát itt létesítjük. A városvezetés célja, hogy ha a Korányi úti zebrán elcsökken a balesetek száma, akkor a rendőri statisztika szerint kiválasztott, további veszélyes gyalogátkelőhelyeknél is ilyen okos rendszert alakítanak majd ki.